Jöjjön be, aki ide tart, hozzánk, a vidék jövője sátorban vagyunk. Mindenkit szeretettel köszöntök most is. A harmadik napunknak a délutáni része kezdődik. Az egész nap az egészséges élelmiszer körül forog. Délelőtt Németh Zoltán átvezette a vízgazdálkodásnak és a nyomelemeknek a kapcsolatát. Aztán Bardol Zsuzsa professzor azt, hogy a GMO-ról tartott egy elég elszomorító, felvilágosító órán. Remélem, hogy azért nem keseredtünk el annyira. És utána Mester Károlyt hallhattuk, aki szintén nem túl sok pozitívumot tűzött az ipari élelmiszerekhez, úgyhogy továbbra is nézzük meg a Molinót közösen, tájgazdálkodás. Jó, tehát próbáljunk a tájban élni, próbáljunk ott gazdálkodni, ha lehet először kicsibe, aztán mindenki egyre nagyobba. A legnagyobbat itt a körünkben szerintem majd, illetve a Gyula is elég nagy területen gazdálkodik, de Rózsa Pétert is. Így van, de egész Kárpát-medencében, igaz? Viszont Rózsa Péternek pedig a biogazdaságát fogjuk egy óra múlva megismerni. Aki esetleg lemaradt volna, a Kistelek TV YouTube csatornáján megnézheti a délelőtti és majd a délutáni előadásokat is. Szendőfi Balázs filmjét remélem, hogy jó pára megnéztétek már, aki nem, 18 óra 30 perckor jobb minőségben a moziteremben megismételjük. Úgyhogy akinek tetszett, azért nézze meg, aki meg nem látta, az azért. No, elnézést, hogy ilyen hosszú volt az előzetes, csak gondoltam, hogy összefoglalmazta az eddig ilyen történéseket. Megérkezett Máté Bence is, akinek szintén nagyon jó előadását hallhattuk tegnap elég. És most pedig akkor remélem mindenki már ide koncentrál, és akkor kezdhetjük. Kovács Gyulát szeretném köszönteni, aki a Kárpát-medence kincseit gyűjtötte össze, és a magyar örökségről fog pár szót ejteni. Szerintem izgalmas lesz. Köszönöm, szeretettel köszöntöm Önöket. Mit ér egy örökség, ha magyar? Teszem föl egyre gyakrabban a kérdést. És amikor a magyar örökségről beszélek, akkor a magyar kultúráról beszélek. Mi az a kultúra? Tehát, hogyha most a kultúráról beszélünk, akkor a tánc, a zeneművészet, a cirkusz, és sorolhatnám, ez jut eszünkbe, ami nagyon fontos egyébként. De egy népnek tulajdonképpen az igazán a kultúráját nem ez határozta meg. Egy nép, hogy létrejött, ahhoz létre kellett hozni a saját kultúráját. De ez a saját kultúra, ez nem az énekkel és a tánccal kezdődött, hanem azzal, hogy sikerüljön megteremteni neki például az élelmiszer biztonságát, a gyógyítás, és azok a mindennapi életben nélkülözhetetlen dolgokat. Aztán, amikor ezek megvoltak, megvolt a paraszti kultúra, a vadászkultúra, a pásztorkultúra, vagy éppen a gyümölcskultúra, amit én is kutatok, akkor igen, akkor tovább lépett. Az egészet egy virágzó fához lehetne hasonlítani, aminek kétségtelen, hogy amit látunk, a koronája, a virágzó fa, de a gyökerek, azok ott lent vannak. És hogyha a gyökér elpusztul, a virág is elszárad. És be kell látnunk, hogy ezek a gyökerek itt a Kárpát-medencébe most ugyancsak pusztulnak. Próbálok ezzel kapcsolatban szemléltetni, hogy miért lett úgy, ahogy lett. Mert hát azért lássuk be, hogy a probléma nem csekély. De ezzel kapcsolatban én elmondanék Önöknek egy tanmesét. Valamikor jó 15 évvel ezelőtt a komondor tenyésztők tartottak egy összejövetelt, és felkérték, hogy a körükbe tartozókat hozzák el a kutyáikat is. És
a kutyáknak egy nagyon egyszerű feladatot kellett megoldani. Egy ember beöltözött védőruhába, és egyenként a kutyákat ráengedték. 51 néhány komondor vett részt a kísérletbe. Ebből 4 gondolkodás nélkül támadott. 10 vonyítva, de néha visszafordulva menekült, a többi fejvesztve menekült. A komondort azért tartott a régi ember, hogy ha kell, akkor az élete árán is védje meg a gazdát, védje meg a portát, védje meg a jószágot. Aztán 4 évtizeddel ezelőtt elkezdték ezeket a komondorokat úgymond nemesíteni. És eltelt néhány évtized, már nem az volt a lényeg, hogy milyenek a belső tulajdonságai, hanem hogyan áll a füle, meg a farka, meg hogyan kunkorodik a szőre. És oda lett a belbecs, nem számított más, csak a külcsin. De nézzük meg, hogy mi történt velünk, hogyha megnézzük a mi történetünket. Az elmúlt évszázadokban, vagy akár az elmúlt 1000 évben. De Rózsa Béter barátomnak kedvenc mondása, hogy minden géz a fejedelem idején kezdett rosszra fordulni. Mert addig tőle tudom, hogy aki nem ment el a csatába, azt a csata után ketté hasították. És az az idő, amikor már, ha valakinek volt szép lova, vagy valami olyan ékszere, vagy bármi, akkor meg lehetett úszni a csatát. Megvetették ugyan, de attól kezdve többet már ez a fajta nem pusztult el csatába. És múltak a századok, és egyre szaporodtak a törpék, és pusztultak az óriások. Mátyás kora volt a vízválasztó. Addig szégyen volt a gyávaság. Attól kezdve már a nemeseink annak adták az országot, aki többet ígért érte. Nem véletlen, hogy Mátyásnak az egész családját szó szerint kiírtották. Attól kezdve már gyakorlatilag azok, akiket nemeseknek mondtak tulajdonképpen, meg se próbálták. Persze mindig voltak kivételek, Rákóczi 48-as szabadságharc, akár 50. De összességében, ha megnézzük, az elmúlt fél ezer évünk már jobbára az árulásról és az árulókról szólt. És azok, akik abban a helyzetben voltak, azok nem a magyarságért dolgoztak, nem a magyarságért tettek, hanem azt próbálták, hogy kinek lehet gazdaságosabban kiszervezni az országot. Töröknek, Labancnak, és sorolhatnám. És így jutottunk el napjainkig. És hogy ez mennyire így van, azért azt gondolom, hogy a mai magyar valóság ezt pontosan mutatja. Hát csak vegyünk egy egyszerű példát, 2024-et írunk az elmúlt 11 néhány évben. Az ország első embere, ugye a köztársasági elnök. 4 köztársasági elnökből 3 megbukott. Az egyik még csak plágium, a másik mások bűnei miatt, de a harmadik már a magyar földet árulta, és kiderült, hogy ez már nem is árulás, mert ez elévült. Könyörgöm, aki a magyar földet árulja külföldieknek, az hogy évülhet el? Hát, akinek földje nincs, az, annak hazája sincs. És aki a magyar földet árulja, az áruló, az hazaáruló. És ha nem az, akkor nagyon nagy bajok vannak ebbe az országba. De sorolhatnám, és próbálok napi példákat venni, tehát most talán 2 vagy 3 hete tudtuk meg, hogy a Mohácsi csatának az évfordulójára külön emlékbizottságot és parlamenti
bizottságot alakítanak. Látott már valaki olyat, hogy egy vesztett csatát? El tudja valaki képzelni, hogy Waterloo-t a franciák megünneplik? Vagy a győzhetetlen armada pusztulását a spanyolok? És miért nem a pozsonyi csatát ünnepeljük? Vagy annyi nagyszerű tett volt, annyi olyan dolog van, ami példaként lehetne említeni a magyarság elé. Miért pont a Mohács? Nemzeti nagylétünk nagy temetője. Miért a pusztulást kell nekünk örökösen szembehozni? Annyi jó dolgunk lenne. Kik ezek az emberek? És hogyha megnézzük ezt továbbvéve, tehát egy ilyen morális mélység után, egy nagy trauma, hogy fogja ezt a Kárpát-medence magyarságát megőrizni, amikor ide jutottunk? És ezzel kapcsolatban elmondok még egy mesét, ezt saját magam éltem meg, még ezelőtt talán egy 10 éve. És éppen a Mohács kapcsán, ott voltam a mohácsi emlékműnél, ha tehetem, akkor arra járok, akkor megállok. És benéztem. És megállt egy busz. Egy ilyen nagyon nagy busz. Kiderült, hogy ez 54 személyes. És kitoldult belőle az embertömeg, és kettő híján mindenki Szulejmán, szultán emlékművéhez ment. Ketten voltak, akik Szrínyi előtt tisztelektek. A többi Szulejmán előtt hódolt. Lásd a tévésorozatok és minden egyébnek a hatására, hogy hova jutottunk. Aztán, mikor 5 perc múlva visszament a csorda a buszba, és folytatták az útjukat. Tehát mit ér egy örökség, ha magyar? Ha rajtuk múlik, akkor semmit. És ugye ezzel kapcsolatban szintén a Mohácssal párhuzamosan éppen tavaly volt egy nagyon tanúságos eset. Mi, tehát én Gakyücsejből jöttem, a nyugati végekről. És nekünk ott a nyugati végeken a Mohácsunk az nem 1526-ban volt. A mi Mohácsunk 1600-ban volt, amikor egy árulás folytán Kanizsa várát elfoglalta a török, és az egész nyugati rész védelem nélkül maradt. A mostani kutatásaim alapján több mint 9 falu teljesen elpusztult, és gyakorlatilag a nyugati végeket teljesen letarolta a török. Alig maradt hírmondó. Felállítottuk oda 400 év után azt az emlékművet egy árpádkori templom helyén, a Szentegyházi tetőn, ami ennek a török futásnak állít emléket. Ezt a területet emlékművestől eladták az osztráknak. Tehát már az árpádkori templomunk se szent. Semmi nem szent. Ezzel kapcsolatban írtam egy nyílt levelet a miniszterelnöknek, aki akarja megnézni, elolvashatja, megnézheti. Elég nagy botrányt kavart, de válaszoltak. Azt válaszolták, hogy a 2013-as földforgalmi törvény felülírja a mi alaptörvényünket, és az Európai Unió minden egyes állampolgárának ugyanannyi joga van magyar földet venni, mint nekem. Csak nekik valamivel több, mert több a pénzük. És hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy mit ér egy örökség, ha magyar egyáltalán, hogy fogjuk tudni megőrizni az örökségünket, mert a mi területeinken, a mi részünkön már nincsen magyar föld. Hogy fogjuk megőrizni a hagyományainkat, a kultúránkat, amikor itt bármi, tehát hogyha elég pénze valakinek, mindent letarolhat, mindent elpusztíthat.
egy 1000 éves kultúrát gond nélkül elpusztíthat. Ilyen Kalmár szemlélet alapján, hogyha ez a tendencia tovább folytatódik, akkor a magyarság léte megkérdőjeleződik a Kárpát-medencébe. Mert a történelem csak az erőset tartja meg, a gyengét azt elsöpri, mint őszi szél a száraz levet. Hát ennyit a vezetőinkről, a nemességről. Persze, hogyha megnézzük a másik részét, annak idején a paraszt, meg a több, ők tették a dolgokat. Tehát amikor vér kell, akkor vért áldoztak, amikor dolgozni kellett, akkor dolgoztak. És azok az emberek, akiknek még fontos ez a kultúra. Én az 1980-as évek elején kezdtem el ezzel foglalkozni. Láttam, hogy az a térség, amiben én élek, a Göcsej, gyakorlatilag el fog pusztulni. Egyébként mára teljesen elpusztult. Tehát az Hetés, mint néprajzi táj, az gyakorlatilag a 90-es évek elejére, a Göcsej a 2000-es évekre hír nélkül elpusztult. Tehát ezek a néprajzi tájok már úgy vesztek el, hogy ezeket már visszahozni nem lehet. Néhány töredéket őrzök még ebből a kultúrából. De elkezdtem foglalkozni, hogy legalább a gyümölcsészetünket, azt a gyümölcskultúrát, amit ott abban a térségben a szülőföldemet jellemzi, megpróbálom megőrizni. Nekem erdészeti csemetekertem volt, faiskolám volt, valamit értettem is a dologhoz, oltani is tudtam, mibe kerül. És elkezdtem gyűjteni. És összegyűjtöttem. Arra gondoltam először, hogy egy 50, 60, 70, valamennyit összegyűjtök, és ezzel megőrzem ezt a kultúrát. Egyébként az vezetett ahhoz, hogy a 80-as évek közepétől már jött ennek a rendszerváltásnak a szele, tehát azok, akik aztán később privatizálták a dolgokat, ugye a privatizálás az én szememben a lopásnak a szinonimája, csak így nevezik a törvény általi lopást. És megvették ezeket a tanyákat, letaroltak mindent a rönkét, tehát ezeket a 100-200 éves cseresznyefákat, vagy körtefákat, nem vadkörték, tehát ezek oltott fák voltak. Eladták, a többi ott maradt. Egyedülálló, ismertem én ezeket a gyümölcsösöket, olyan egyedülálló gyümölcskultúrát taroltak le rövid időn belül, ami meggyőződésem, hogy nem volt a Kárpát-medencébe ennek ehhez hasonló, lehet, hogy a világon sem. Tehát például csak egy példát mondok. Olyan volt, számon tartottam egy olyan cseresznyefát, amit együtt volt a fehér virág és a piros termés. Amikor ezt elpusztították, egyébként az adta a végső ötletet, hogy elkezdek gyűjteni. Elkezdtem gyűjteni. És akkor lehet 50, 100, 150, még több. Egyre szaporodtak a fajták. És elkezdett, nem értettem, mert ezek nincsenek leírva. Kiderült, hogy sose voltak ezek leírva, hát nem is gyűjtött, ezt a kutyát nem érdekelte. Egész Európában Magyarország az egyetlen, aki például a régi idők pomológiáját nem dolgozta föl. Hát miért tette volna? Hát mi vagyunk a leggazdagabbak ebbe. Még a románok is megcsinálták az 50-es évekbe. Nálunk ezeket a dolgok senkit nem érdekeltek. És kiderült a régi idők históriáját tekintve, hogy bizony nekünk régen is voltak nagy kertjeink. Már az 1500-as években is voltak nagy kertjeink. De egyetlen egy nagy kert nem maradt meg 100 évnél tovább. És azt a zömét mi tettük tönkre? Valaki létrehozta, valaki meg elpusztította. Például Berecki Máté a világ legnagyobb gyümölcsésze lett volna, ha nem lett volna magyar. Az utolsó fáit azt hiszem talán a 2010-es években pusztította el egy alföldi polgármester, mert ott valami wellness központot csinált, és pont azok a gyümölcsfák akadoztak. És be kellett látnom, hogy egy teljesen más
szisztémát kell alkalmazni, és attól kezdve már csak oda mentem, ahol találtam olyan embereket, akik képesek a saját örökségüket megőrizni. Mert hiszen hiába gyűjtök, mint egy hangya, valószínű, hogy az én gyümölcsösömet is elpusztítják, és el is pusztították. Tehát az, aki a keresztet megvette, meg az emlékművet, az osztrák 2018-ban a gyűjteménynek 20%-át elpusztította, és a minisztérium illetékes államtitkára azt mondta, hogy adjam oda az államnak a többit, azt akkor nem lesz többet vadkárom. Tehát megint csak ez a hivatalos álláspont. Értik? Tehát tudomásul kell venni. Ezeket az embereket, ezek a dolgok nem érdeklik. Tehát amikor ilyen Kalmár szemléletet uralkodik, akkor, és hogyha ez nem lesz ebben változás, akkor pusztulásra vagyunk kitélve. No de, elkezdtem. És rájöttem az, hogy ahol gyűjtök, mindenkinek visszaadtam, akinek csak tehettem. És egyre gyűltek a fák, egyre gyűltek a fajták. Mire észbe kaptam, például Göcsejnek, mint egy 400 körte fajtáját hordták össze nekem. És már nem én gyűjtöttem. Azok az emberek gyűjtötték, akiknek fontos volt ennek a kultúrának a megőrzése. Persze ezek nem minisztériumok, meg hivatalokban voltak. Ezek egyszerű paraszt emberek voltak. Volt olyan, aki úgy végrendelkezett, hogy elküldte barátjától a fáját, hogy tegyük be a gyűjteménybe, hogy megmaradjon az utókornak. Gondoljunk csak bele, hogy Le Roy, a franciáknak legendás gyümölcsésze, egész Franciaországban az 1800-as éveknek a második felébe 701 néhány körtefajtát tudott összegyűjteni. A Göcsei fajtakörbe jelenleg több mint 400 van. Az egész Kárpát-medencéből 1300 különböző gyümölcsfajtát őrzök a gyűjteménybe. Micsoda gazdagság, micsoda szellemi kapacitás. Csak mi nem gazdag, nem szegény gazdagok vagyunk, hanem mi gazdag szegények vagyunk. És ugye az egész Kárpát-medencébe ezt elkezdtük kiépíteni. És működik. Tehát azt gondolom, több mint 4 évtized távlatából ki kell mondani, hogy annyi jó akaratú ember van ebbe az országba. Annyi jó akaratú ember van a Kárpát hazába. Tehát amikor országot mondok, akkor ez mögött Kárpát hazát értek. De sajnos vannak a pusztítók is. De rajtunk múlik az, hogy ezt meddig hagyjuk. Mert hogyha ezek a dolgok folytatódnak, akkor óriási problémáink lesznek. Viszont én úgy gondolom, hogy ha itt megpróbálunk egyfajta önállóságra törekedni, mert nyilván a nagy kérdés az, hogy beszélünk róla, de ezt hogy lehet kivitelezni? Nagyon egyszerű. Ahogy ezek a tündérkertek, meg ezek a dolgok is, tehát ez pénz nélkül volt, itt munka van bele. De nem kell ehhez uniós támogatás, nem kellenek nagy projektek. Ehhez egyszerű, jó akaratú emberek kellenek, akik ebbe hajlandók munkát tenni, és maguknak megőrizni azt a kultúrát, amit az őseiktől örököltek. És minden működni kezd. Ennek pedig az a nagyon fontos dolga, hogy ismerjük meg. Tehát ezeket nem megnézni kell, nem meghallgatni kell, ezt csinálni kell. Gyümölcsfát kell oltani, gyümölcsfát kell ültetni, meg kell csinálni azokból a fajtákból azokat a dolgokat. Például
Nagy tanúság volt számomra, a gyűjtéseim során folyamatosan ott volt léptem nyomon az ecet. Mondták a régiek, főleg az idei generáció, hogyha az az ecet meg lenne még, amit még a nagyszüleik, őket kezelték, akkor az bizony jó lenne, mert akkor meggyógyulnának a különböző nyavajáikból. És ezt hallgattam kb. 20 évig, és akkor gondoltam, utána járok én ezeknek a dolgoknak. Ecet hordót csináltottam, aztán ecet hordókat csináltottam, és elkezdtem ecetet készíteni, úgy, ahogy az őseink, gyümölcsből. Mert ez nagyon fontos itt ebbe a történetbe, hogy ugye most már borászokból nagyon kevesen tudják, de például szőlőből is lehet bor csinálni. A pálinka. Nem tudom itt, hogyha vannak esetleg pálinkával foglalkozók, vagy pálinka lovagok, nagyon tanúságos volt. Nem csak a gyümölcsöt gyűjtöttem mindent. És hát kit tanul az ember tisztessége? Nyilván a tisztességes zugpálinka főzők voltak a birtokába azoknak az ősi titkoknak, és én, hál' Istennek, velem még megosztották ezeket a dolgokat. Aztán, hát amikor már úgy éreztem, hogy az utolsó ilyen ember is meghalt, elment közülünk, akkor hát gondoltam, mi bajom lehet, már elolvastam az első könyvet. Hát mondom, ez biztos, hogy rosszul írták, vagy elolvastam 2-3-at. Utána elmentem a Keszthelyi Egyetemre, beiratkoztam egy ilyen pálinkafőző mesterképzőre. És mikor azt is elvégeztem, akkor levontam a tanúságot. Ha jó pálinkát akarsz, olvass el egy könyvet, és csinálj mindent másképp. Gyakorlatilag. Amikor a tiszta forráshoz nyúlsz, akkor hihetetlen egyszerűvé válik minden. És a pálinkához se kell semmi, csak a gyümölcs. Az ecethez se kell semmi, csak a gyümölcs. És tényleg, ami régen jó volt, az most is jó. És ugye itt van maga a gyümölcsfáknak a története. Látjuk, hogy milyen nyár van, és még nem vagyunk a végén. Gyakorlatilag úgy gondolom, hogy körülbelül 60 nap lehet, aminek jelentős része komoly légköri asszállyal telt el, csapadék nincsen. És jelenleg a gyűjteményembe, hála a gondviselésnek, megérhettem azt, hogy most már több mint egy hónapja minden nap legalább 1000 fajta érik, és roskadoznak a fák a gyümölcstől. Elvileg teremni se szabadna nekik, hát nincsen öntözve, nincsen permetezve, nincsen metszve. Mindent visszautasítok, amit ez a modern ember azt mondja, hogy igen, ez kell, és majd ő megmondja. És akkor működni fog. És nem csinálok vele semmit. Elültettem valamikor, 15-20 éve vagy valamikor, rábíztam a gondviselést. És minden működik. És tele van gyümölcse, és olyan mennyiségű gyümölcs, hogy a minőségét arról ne is beszéljek. Tehát azt gondolom egyszerű. Ezek a dolgok, a másik az, hogy a modern ember mindent próbál bonyolítani. Pedig higgyék el, hogy a legegyszerűbb, a legnagyszerűbb. Tehát ezt mindig a gyümölcsoltást hozom föl példának, hogy 300 oldalon taglalják, hogy hogyan kell gyümölcsfát oltani. No, aki azt a könyvet elolvassa, én garantálom, egy se fog megtanulni gyümölcsfát oltani. Mert ha 2 perc alatt nem lehet azt elmondani, meg 1 perc alatt nem tudja, aki nem tudja megcsinálni, az örökre tegye le az oltókést, az nem neki való. Ő neki akkor keresse más mesterséget. De 7-8-10 éves gyerek csinálják ezt, és megcsinálják a saját oltványukat. És én sem voltam, 6-7 éves lettem, amikor ezt apám már megtanított oltani. Hihetetlen egyszerű, de az ecetkészítéstől kezdve sorolhatnám. És semmi nem kell hozzá, nem kell hozzá extra technológia. Tisztesség kell hozzá. A pálinkához is. Mert igaz, ugyan, ha 1 kiló cukorot leteszek, akkor 7 decivel több lesz de az már nem pálinka lesz, csak alkohol. És ez mindennel így van. És hogyha ezt a régi kultúrát újra elkezdjük használni úgy, ahogy az őseinktől kaptuk,
Ami nem azt jelenti, mert nyilván fejlődik a világ, tehát a technológiában is vannak fejlődések. Nem azt jelenti, hogy vissza kell mennünk a fára. Ami van, az figyelembe kell venni, azt használni kell. De tisztességesen kell használni. És akkor működni fog. És nyilván látjuk, hogy a világ nagyon rossz irányba harad. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy azt a fajta önfenntartást, azt a fajta önálló, tehát hogy magam eldönthessem, meg tudjam őrizni azt a fajta saját körömet, ne függjek a külső világtól, vagy minél kevésbé függjek a külső világtól. Ez létfontosságú lesz, és egyre fontosabb lesz. Mert hogyha ezt megtudja, az az ember, aki ezt meg tudja teremteni, a szabad ember. De ha minden nap be kell menni a szupermarketbe, és minden nap rá van szorulva másokra, akkor kénytelen az szerint élni, ahogy ők mondják. Tehát, hogy, és ha szabad vagy, akkor mindened meg. És én azt kívánom mindenkinek, hogy próbálja meg effele menni, próbálja meg ezt az örökséget megtartani, megőrizni, és továbbadni. Mert az nem elég, ha őrzi, ez csak akkor van annak értelme, ha ezt tudja, úgy tudja használni mások javára is, mert akkor gyarapodunk mindnyájan. És ugye nagyon fontos lenne, hogy szerte a Kárpát-medencébe még létrehozni olyan kis szigeteket, olyan kis forrásokat. Ugye Péterre ezzel elég sokat küszködünk, hogy ahol az állattartástól, a gyümölcsfaoltásig, az apró magvak, a zöldségek, a népi gyógyítás, aki amit tud, megőrizze, továbbadja, és legyen egy olyan hálózat, hogy bármilyen krízis jön, valami maradjon, maradjanak még magok, amik tovább tudják vinni az életet. És őrizzük meg ezt az örökséget, mert aki a múltját elveszíti, annak jövője nem lesz. Köszönöm. Köszönjük szépen, megint kaptunk útra valót természetesen. Lehet-e kérdezni, Gyula? Kérdezhetnek, ugye? Igen, no, az a kérdésem. Van-e kérdés? Én mikrofon hordozó szívesen leszek. Azt szeretném megkérdezni, ennek ekkor mondatban, hogy előteti a fát, és egyáltalán nem foglalkozik vele. Semmi kérdés. Nem ezt mondtam. Hát, hogy rábízza a teremtőre. Rábízza. Igen, tehát ha már semmiféle alakformálása, meccése egyáltalán fiatalkorban sincsen? Nincsen. Tehát miből gondoljuk, hogy mi többet tudunk, mint a gondviselés? Az Isten azt a fát úgy teremtette, akkor annak olyannak kell lenni. Higgyék el, ezeknek a fáknak egyetlen rosszul lövő ága nincsen. Az minden a helyén van. Az nagyon fontos, látjuk a mostani időjárás, és ezt mindenkinek mondom. Tehát, hogy az eredeti, a régi időkben az úgy volt, hogy kinőtt egy vadalmafa, a gazda beoltotta, és az nőtt tovább. De amikor beoltotta, akkor annak már egy méterrel, két méterrel mélyen volt a gyökere. Ugye én ezt úgy próbálom küszöbölni, hogy a lényeg, hogy ne stresszeljük a fát, én például 2 literes konténerre, kis cserepekbe, de emiatt aztán az első évben vagy második évben még vigyázni kell, öntözni kell. Aztán, hogyha jönnek a kórokozók, károsítók, nem növényvédőszerrel, de a csallán, hogy megváltoztatja a levél pH-t és elmegy a levéltető a szomszédba. A gomba van, az a tej, amit a tehén ad, lepermetezés, akkor az... Tehát ezek az apró praktikák, amik egyébként évszázadokon át itt voltak a tudásunkban.
mostanra sajnos még már jelentős része elveszett, de még mindig rengeteg dolog ilyen van. Tehát a lényeg az, hogy egy ilyen gyümölcsösnél, hogy megőrizzük az egyensúlyt. Tehát azt mondják, hogy amilyen mély a fa gyökere, olyan magas a koronája. Ered normál körülmények között. Tehát ott van a harmónia közötte. Ha én elkezdem csipkedni a koronáját, akkor a gyökere is sérül. És ugye a növényvédőszer, ami nagyon fontos, hogy ne. Mert ha egyszer ez egy levéltető ellen mondjuk, a levéltető egy hét múlva újra ott lesz, de a katica, a kérész, meg a cinege, az sokkal később jön vissza. Arra már újra kétszer fogja permetezni. És gyakorlatilag az az egyensúly, az a harmónia veszik el. És nekem a nagy tanulság ezekbe a gyűjteményekbe, hogy hosszú-hosszú évek óta nem találok gradációt, hogy legalább egy 60 centis hosszú ágdarabot, egy levéltetű, legalább, vagy valami féreg, valami enne le. De nincs ilyen. Mert olyan mértékű, hát igen, féreg sincs, de olyan, tehát, hogy abban a pillanatban, hogyha bármit próbál felszaporodni, rögtön ott van a madár, ott vannak a rovarok, meg minden, és egy olyan tökéletes egyensúly alakul ki. Tehát, de ez így volt ám a régi időkben, ez csak a modern ember találta ki, hogy ő majd rendet tesz a természetbe, és ugye például az állatokat hasznosra meg károsra osztotta. Hát én károst az emberen kívül nem láttam ebbe a természetbe. Ha a károst elpusztítod, elpusztul a hasznos is. Egyensúly van, harmónia van, nincs más. És ezt vagy meg tudod őrizni, vagy nem tudod megőrizni. De ha nem tudod megőrizni, előbb-utóbb te is elpusztulsz. Köszönjük. Kérdések? Azt szeretném kérdezni, hogy itt a homokon mivel érdemes foglalkozni? Mi volt itt régen? Ami régen jó volt, most is. Kétségtelen, hogy sokkal nehezebb, mert ugye az ember azért most már lassan 150 éve pusztítja ezt az élőhelyet. Megszüntette a fokokat, megszüntette az élhető alföldet, de az a tapasztalatom, hogy inkább nagyobb, tehát egy fába, két fába, nyilván amikor itt van a pusztán, nagyon kicsi a lehetőség, de minél nagyobb az egység. Tehát a fák védik egymást például, hogyha gyümölcsökről van szó. És a másik nagyon fontos, tehát hogyha például gyümölcsfád, egy gyümölcsöst akar, akkor ahány fa, annyi fajta. Tehát a biodiverzitás, a sokszínűség, a monokultúra semmiképpen nem működik, sehol nem működik a monokultúra. És mikor az a terület, hogy egy ilyen ökoszisztéma kialakuljon és fennmaradjon? Meg kell becsülnünk azokat az éveket, amikor jó az időjárás. Például tavaly az ilyen volt. Mert aki például idén kezdett el ültetni, gyakorlatilag azért sokkal több problémával néz szembe. De én azt tapasztalom, hogy ez még így is működik. Én például, ha itt élnék, én valószínű, hogy magokkal kezdeném, tehát a vadalma, vadkörtét, és azt a helyén oltanám be. És tehát olyan mélyen gyökeresednek ezek a vadalanyra oltod. Tehát amikor második évben, harmadik évben már beoltja, ott van 2-3 méter mélyen a gyökér, és a fa már ezeket a traumákat, amit most kap, túl fogja élni. És hol lehet beszerezni ezt a vadalma-vadkörte? Hát a vadalma meg a vadkörte magot az a vadalmában meg a vadkörtében van. És hát ugye az a problémánk, hogy már ezt is elpusztítottuk. Tehát, de azért vannak.
Tehát erdészeti csemetekertek, nagyon fontos, hogy nem faiskolai lerakatokat kellett keresni, hanem erdészeti csemetekerteket, ahol ilyen vadgyümölcsökkel foglalkoznak. Vagy, de ha úgy oltja be, tehát az is jó, de lehet, hogyha most akar még magot vetni, akkor érdemesebb csemetét ültetni. Hát igen, már 70 éves vagyok, és nem tudom, hogy szeretnék tenni róla. Akkor oltványt ültessen. Nem azért, mert 70 éves, hanem azért, mert a szerencséje van. Tessék? Fát ültetni mindig időre van. Öregapám még a halála évében is diófát ültetett. Ugye ez csak a modern embernek van az a fajta egója, hogy mindent maga akar, és nem akar adni másoknak. Ez a történet pont arról szól, hogy minél többet adsz, annál többet kapsz. És aki adni tud, az a leggazdagabb. Én úgy értettem, hogy szeretnék adni, hogy megvárjam terem. Én is így értettem. De láttam, hogy türelmetlen. Azért fát ül legyen. Tehát akkor viszont oltvány kell, és a szerencséje van, harmadik, negyedik évben már a csonthéjasok, az almakörte, negyedik, ötödik évben a szerencséje van tere. Ha jó az idő, jó a termőhely, meg jó a gazda. Ez a három kell hozzá. Gyula, nekem még az jutott eszembe, hogy a magyar gyümölcsész hálózat azért elég erőteljes. A Gyula nevet. Így van. Lantos Tamás. Nem. Az egy más történet. Jó. Akkor csak azt tudom ajánlani, hogy nálunk van vadkörte, úgyhogy tudunk adni körtét. Jó. Akkor. Jó. Más kérdés? Kérdések? Itt vagyok, csak közel vagyok hozzá. Hogy jelent közel? Így kell tartani a mikrofont. 45 perc. Kérdésem, amit előadásra is kötöttem, hogy mi a jövőképe, de egy kicsikét konkrétabban teszem fel a kérdést. Ezek a fajták több száz év alatt, nem kettő, hanem még több száz év alatt alakultak ki. Viszont napjainkban nagyon erős a változás. Sokkal melegebb, sokkal aszályosabb évek vannak. Mennyire befolyásolhatja ez a helyzetet? Mennyire maradhatnak fent ezek a tájfajták, vagy nem hat rájuk károsan? Mi a jövőkép? Csak a gyümölcsészetre gondolok most. Erre nagyon pontosan tudok választ szólni. Semmi. Gyakorlatilag ezek a fák azért maradtak fönn, ugye vannak olyan bizonyítékaim vannak, hogy ezer évvel eredet előtt, még már az Árpád-korban a magyarság tudott, és az oltás, a szemzésben nem vagyok biztos, de az oltás egyértelműen a mindennapok része volt. Tehát ugye pont a medesi legenda volt egyértelmű, ami nálunk, tehát egy székely település, a legenda szerint egy székely közösség jött valamikor az Árpád-korban oda. Úgy szól a legenda, hogy a gyepi védők még visszajártak onnét a nyugati végekről a Nyikó völgyébe medvére vadászni. Ezt egy székely tiszteletes hozta nekem, Ceausescu elől menekülve a 80-as évek legelején. És én visszamentem keresni a legendát, és találtam olyan gyümölcsfajtákat, amik csak ott vannak nálunk, ott a nyugati végeken és a Nyikó völgyébe. De név szerint, tehát ami ott sóskörte a Nyikó völgyében, nálunk meg sózókörte. Ugyanaz a fajta, de máshol ezeket nem ismerik. Tehát, és nyilván, de több is van ilyen, tehát oltották a fát, mert másképp vackornak hívták volna, vadkört, ez egyértelmű. Tehát, mit csináltak? Ismerték az oltást, tehát a legjobbakat választottak ki. Mik a legjobb fajták? Az, ami mindig terem, vagy csak nem mindig terem. Jó az ellenálló képessége. Hosszan érik. Hát vannak olyan gyümölcsfajtáim, most az őszi vagy, de különösen megkezdődött a rétesalma az idén. Június közepén kezdett el érni, még érik, és nem tudom, hogy mikor lesz vége, valószínűleg szeptember közepe vége fele. Tehát negyed évig egy nyári alma. Van olyan téli alma, ami elkezd, mondjuk egy batul, vannak olyan batul változataim, hogy elkezdett most érni augusztus elején, hát azok
azért feltehetően érni fognak. Nem tudom, hogy most az előérés miatt mikor fognak lehullani a fáról, de gondolom, hogy azért egy decemberig a fá lesznek. De például a telelő mosánszki, ami szintén most kezdett el érni, hát az majd márciusban is lesz még a fá remélhetőleg. Tehát maga a szelektálás szempontjai, hogy mindig legyen friss gyümölcs, ami nem az aszaló gyümölcs, stb. És mindig a legjobb, ami túléli. Tehát ami régen, ami az 1700-as évek, vagy az 1300-as évek nagy traumáit, nyilván ezek túlélték. Azért vannak itt. És most ott van 3500 fajtám. Szerintem az idei évben ebből a 3500-ből olyan 2000-2500 az nemhogy érett, hanem tele volt gyümölcsel. Úgy, hogy hát ilyen volt, nálunk is ilyen az idő. Tehát Zalánok a keleti részén ugyanúgy sárgul a kukorica, nálunk valamivel több eső volt, de nyilván ezt a fa nem érzékeli, hiszen nem megy le a gyökérzetre az a 10-20-30, akár 50 mm, ami egy alkalommal leesik. Tehát működnek. Ezer éven keresztül működtek, miért nem működne most? Pontosan ez a nagy érték, hiszen ez egy ezer évnek a gyümölcsészetének, ezer évnek a szelekciójának, nemesítésének az eszenciája. Ezért kellene megőrizni, mert hát ezek a fák némi túlzással mindent kibírnak. Egy gyors kérdésem lenne. Pár éve Géczi Gáboron keresztül hozzájutott a csemetékhez magától, konténer csemetékhez. Sajnos a vagyonat lerágták, de most nem is ez a lényeg, hanem egy jobb tanyára költöztünk, de tehát lehet öntől venni ilyen konténeres csemetét? Vagy valamilyen? Idén vannak oltványaink még, hát most már nem olyan sok, 200-300 fajta még akad. Ugye, tehát nagy a gazdagság, és ilyenkor a fiaimmal, két fiam csinálja már az oltást. Hát látjuk a termést, ismerjük a rezisztenciát, minden, és a legjobbaknak a legjobbját oltjuk. Tehát, és akkor mindig minden éven más-mást oltunk, hogy legalább valami maradjon az utókornak. Tehát ugye most például Batúrból, a magyar almák királya egyébként, tehát 1000 évvel ezelőtt is már itt volt a Kárpát-medencébe. Tehát van durván olyan 3,5 tucat változat. És abban az ízbe, formába, színbe, érési időbe, ezek mind különböznek. Tehát, hogy mindenki nevet. És hát nyilván, ugye az íz az egyetlen, amiben nem tudok tanácsot adni, mert valakinek a bor is savanyú. De így, próbáljuk, hogy minden éven plusz 100-200-at behozunk, hogy ezt a hihetetlen gazdagságot valami módon tudjuk tovább adni szerte a Kárpát-medencébe. Lehet. De a nyulak jövőre is megeszik. De másik tanyán is megeszik. Másik tanyán is megeszik a nyulak. Ja? Jó. No, nekem egy megjegyzésem lenne, tehát nyilván ehhez kapcsolódóan, egyet az előzőhöz, hogy gyakorlatilag régen is egy azért volt egy dinamik, ahogy a természet dinamikusan változik, valahogy a fajtáknál is, tudom, volt ez régen is, hogy magvetésről is szaporítottak bizonyos fajokat, és akár új fajták is létrejöhettek. Hogy talán érdemes lehet most is ezzel próbálkozni, hogy magvetésről hátra létre tudnánk hozni válogatással, szelekcióval olyan fajtákat, amelyek kicsit jobban bírják ezeket a mostani körülményeket, éghajlati változásokat. Van-e ebben esetleg ráció, vagy nem ez lehetne az egyik kiindulás? Azt, amit eddig az őseink létrehoztuk, azt se tudjuk megtartani. Mit akarunk még? Tehát ebbe a felgyorsult világba könyörgöm, szelektálni, hát azok évtizedek. Arra nem látok esélyt, hogy például a baracnak megtaláljuk a megfelelő alanyait. Ugye kajszi baracról beszélek, a régi időkben az egyes területeken megvolt a baracnak a megfelelő alanya, ami 100-150 évig eltartotta a kajszi barackot. Most a mostaniak azok 3-4-5-6-7 évig élnek, aztán elpusztulnak. Ez nem fajta probléma, ez alany probléma. Elvesztek.
próbált valaki ezzel kapcsolatban? Pedig hát a kajszibarac, hát olyan jó gyümölcs. Mindenki szereti, nálam is folyamatosan mindenki viszi. Mindenkinek kajszi kell. Pedig mondom neki, hogy ez is éppen úgy, a régi fajták is éppen úgy fognak elfagyni, mint az újjak. El is fagynak egyébként. De maga a hosszú élet, tehát még a gyűjtéseim kezdetén találtam 130-150 éves fákat. Mostanra ezek már szinte teljesen kivesztek, mert nincsen meg az alany. Tehát érted, még ezt se tudjuk. Tehát ki csinál ilyeneket, amikor még ezeket a legalapvetőbb dolgokat se tudjuk megoldani. Tehát persze nagyon jó lenne, és akinek ebbe van kellő affinitása, meg ideje, csinálja, fontos. Ugye azért ezek nagyon nagy sikerrel nem kecsegtetnek, de ott van mindig a sikernek a lehetősége. Fontos, de nem nagyon látok ebbe. Tehát annyira eredménycentrikus az ember, annyira gyorsan várja a sikert, és ez nem erről szól az a történet. Tehát igen, tehát ugye amiről én beszélek, az ezer, vagy lehet, hogy több ezer éves történet, mire megkaptuk azt a piros pogácsa almát, vagy azt a jó almát, ami a kismama azt tette, nem lesz gyomorfájós a gyereke, vagy a vasalma, ami tumorokra használtak, gyógyítottak gyümölcsökkel. Micsoda kultúra, de az mekkora emberi tapasztalat, mennyi munka áll mögötte. Tehát jó lenne ezt megcsinálni. De hát a mai rohanó emberben nem látom ezt az affinitást. Szeretettel köszöntelek, örülök, hogy itt ülhetek, és a Gábornak a kérdését szeretném tovább folytatni. Beszéltünk már a telefonon, többször készülök hozzá, hogy két éve, de most látszik, hogy az apropó, hogy nem én mentem Zolába, hanem te jöttél hozzánk. Mi egy olyan 10 éve ültetünk különböző oltványokat, és egy ugyanolyan területen, mint Gáborék, hogy nyúlnak az üzmi rágja, tehát nagyjából esélytelen. És most elkerültünk egy 3000 négyzetméteres területet. És az Ivánnál voltunk egy továbbképzésen, nem gyümölcsoltásról volt szó, hanem csak ez így felmerült, és ő javasolta, hogy próbáljuk meg magról indítani a vadalanyt. Cegléden kaptunk vadalanyokat, vadmagalanyokat, amiből ilyen 120 fára valót betettünk. Ennek körülbelül a fele nagyon szépen megerett, a kajszi, a mandula, az alma, ezek nagyon jól megerettek, vadcsereszni, vadmegy az hozzá. És azt szeretném kérdezni, hogy van arra lehetőség, hogy egy hosszabb távú kapcsolatban úgy elindulni ezen az úton, hogy ahol még tudnánk ültetni, oda tőled venni olyan magoncokat, ami konténeres, tehát nincsen kiszekálva a gyökere, és utána később arra majd két évvel, vagy ahogy javasolod, ráoltani azt, amit te javasolsz. Mert én azt látom, hogy egyszer ki van véve már a gyümölcsfa, akkor azon a kötött talajon, így az őzetnek, a nyulatnak a harapásába túl sok nehézséget okoz. Tehát ez a vagról való, vagy olyan vagonsznak a telepítése, az egy eredményes dolog lehet. Biztosíthatlak, hogy ezeket is meg fogják edni. Esélyed nincs. El van kerítve, tehát van egy elkerítve. Ha elkeríted, akkor meg teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. Egyébként én konténeres magoncokat nem csinálok. Tehát én kézbe voltok, és utána csinálok. Tehát utána teszem konténerbe. Tehát nincsenek nekem konténeres magoncaim, de ne konténeres magoncot vegyél akkor, hanem magot ültes. Konténeres magoncnak nincs értelme. Magot kell ültetni. Mert akkor a konténer nem akadályozza az alanyt a növekedésbe. Értem, miről beszélek. És ilyen szabadon magot hozzá tudunk futni tőled, amire aztán később hát én neked, kapott veszélyre oldhatunk. Én neked szívesen adok magot, ha eljössz. Én szívesen adok magot, akár most is. De helyben gyűjtött. Igen, az lesz. Elvileg így van. Már helyi vagyok. Köszönöm. Kiskunsági Nemzeti Park megtámogatja a vidék jövője sátrat, 500 kiló vadkörte tével, és mi megszedjük ki belőle a magot. Na, jó is lesz. Szedd magad a kilóval. És pálinkát főzünk, és a magot is kinyerjük. Na, ez egy egész jó üzlet. Kérdés? Itt is volt, bocsánat. Üdvözlöm, egy kérdésem lenne, az itt a fenntartás melegkacsingatva, azt a tudást, amit ön összegyűjtött, ami a tankönyvekben is leírva,
milyen módon lehetne ezt öntől megtudni, esetleg egy eszmecseret. Gondolok itt a lekvártőzésre, a bor, az egyszeret meg a hasonló. Pálinka. Pálinka is akár, igen. Tehát ugye az ember elosztogatja ide-oda a családoknak, rokonoknak, szomszédoknak, de ami megmarad, az végül is nem egy ilyen kálpa. Én szívesen átadok mindent, sőt, át is adok mindent. Tehát fönn van most is az interneten az ecetkészítés, a gyümölcsoltás, ami létezik minden. De ha a tudást meg akarja, aki meg akarja szerezni, azt legegyszerűbben úgy lehet, hogy csinálni kell. Tehát rengeteg rossz pálinkát meg kell ahhoz főzni, hogy tanuljon az ember. Igen, tehát gyakorlatilag, és mindenből egy picit tapasztal, aztán erre élete végéig tapasztal, és soha nem ér a végére. Nekem például nagyon tanúságos éppen a gyümölcsészet. Tehát azért több mint 4 évtizedet beletettem ebbe, és most látom azt, hogy úgy éreztem 30 évvel ezelőtt, hogy sokkal többet tudok erről a témáról, mint most. Tehát minél többet tanulok, tapasztalok, most már, mert sajnos a tudásnak a forrásai, azok már nincsenek közöttünk, azok lassan elmennek a kisfalusi temetők mélyébe. Tehát, de amikor együtt vannak ezek a fák, Erdély, Felvidék, bukovinai székelyektől kezdve az Őrvidékig, a fajták meg egyéb, és az ember rácsodálkozik, és olyan dolgokra jön rá, olyan összefüggésekre jön rá, amire el se tudod volna képzelni. De ezeket meg kell tapasztalni. Nagyon nehéz, ugyanis én ezt hiába mondom, amikor ezt az embernek mondják, ezt nem tudja a helyén kezelni. Tehát csinálni kell, de ha bármi van, én eddig is mindig mindenkinek a lehetőségeim szerint én mindent elmondok, mindent továbbadok. Pont az a lényeg, hogy ezt a tudást, aki valamit tud, és ténylegesen tud, és ne az interneten, meg a Facebookon szocializálódott tudásra gondolok, hanem amit ténylegesen szerzett, azt tovább kell adni. Mert pont, tehát ettől leszünk gazdagabbak. Oktatásnak a legegyszerűbb módja a mesterinas történet, nem? Tehát, hogy menjünk el olyanhoz tanulni, aki tudja, segítsünk neki, mert az a mesternek is jó, hogyha van segítség. És persze közben rengeteg mindent tanul tőle az ember. No, az idő lassan lejár, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha még van egy utolsó kérdés, akkor ott forrad. De itt, bocsánat, ide kell engednem. Megmondom. Én pillanatot mindig. Szórakoztatásképpen az úrnak szeretném mondani, hogy az én anyukám most 93 éves. 86 éves korában ültette a barackfáit, megyfát, figyelfát. Apukám már nem volt mozgásképes, 90 körül volt, kérdezte este, amikor hol az Istenben voltál ennyi ideig. Azt mondja, ültettem a fákat. És azt mondja, te akarsz arról enni? Hát akarok, hát. Te nem vagy normális. Most 93 éves, 700 üveg barackbefőttet rakott el, mert más a számra van fütyülője, úgyhogy érdemes hozzá. Most itt a mag szórásról vagy neked, és volt szó, hogy hogy érdemes el a filmből. Pusztán a magot a földbe, vagy gyümölcsel együtt érdemes belakni a földbe. Mindenképpen a magot, mert hogyha gyümölcsel együtt rakja el, akkor ez megerjedhet, és akkor már eleve csíraképtelen lesz a mag. De be is füllethet, bepenészhethet, különböző gombák, baktériumok megtámadhatják, tehát a magot és homokba. Tehát mindenképpen a magot. Nagyon szépen köszönjük, hogy köszönjük. 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 Kistelek, itt a homokon is működik. Minden. A mama is működik, a gyümölcs is igen. Működik. Minden érdezeti a barackmagokat. És van most a mogyra legalább
60-70 kiló vadbarackot hoztam, azt a kis kopasz vadbarackot is imádták. A mama, az most vittem neki, még kiszedte a magját 93 évesen, és bedugta a virágcserébe. Na, ez még jó lesz valami. Jövőre elhívjuk. Jó? Ezt igen. Vidék jövője sátor, mama, legyen itt, köszönjük szépen. És Rózsa Péter következik egy pár perces átállással, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy jó sűrű műjetek, jó? És aztán folytatjuk.